180! Most jó kis adok-kapok kezdődött, de jó lett a meccs. Addig se volt rossz persze, de... 100! Az is jó! Az is benne van, az ötödik nyíl is! Az is jó! Ötödik is! Marad még kint a kilences, tegye meg ezt a szívességet nekünk! Főleg neked. Mindenkinek, aki persze közvetíti, aki nézi. Na most, gyerünk, Luis! Benne van! Az is benne van! Megcsináltam! Hát azt hittem, hogy az életben nem jön össze. Visszavert, egy gyönyörű őrület! Ott van! Neked is megvan! Most már mindenkinek megvan. Így van. Hát ez fantasztikus. Azt a mindenit, de gyönyörű volt. Száz nyolc van! Most Van Gerwen is érzi, hogy rá kell kapcsolni, de ha jön két tripla, jön Luisnál. Szép. Kell a 9 nyilas. Kell a 9 nyilas hátulról. Bedobja a 177. Most nem is figyel szinte senki Luisra szerintem, hanem arra figyel, hogy hogy folytatja Van Gerwen. 144 egy helyre. Ott van a hetedik! Is. A 8. is! Hihetetlen! Azt a mindenit, és hogyan? Hát kellett neki, annyira tolta Luis ezt a leget, és... Ez igen! Nézd oda! Mint a mi sem történt volna, megy tovább minden. Na, másfél év oda után... Oda nézd, és mit csinál utána? Dob még egy 180-at. Volt már neki egyszer olyan, hogy 17 tökéletes nyilat dobott. Most megvan a 12. Ha hát! Ó, Luis, de meg kipattan! Ilyet! És az is jó! Az is jó! Ötödik is! Tripla öt már! Ezt a mindenit! Ezt nem hiszem el! Ezt mind a mai napig nem hisszük el. A stúdióban Fülöp László, a Sport TV, a Sport egy egyik alapítója, 20 éves, Laci, Isten éltessen téged is a köszönöm 20. szépen. Születés napunkhoz közel ebben az évben. Azt nehéz elhinni, hogy egy decens olasz futball kommentátorból egyszer csak egy megvadult darts kommentátor válik. Volt, hogy azt se hittük el, hogy ezt a sportágat közvetíteni lehet, és mi az, hogy? Ez nekem is furcsa, bevallom őszintén, mert 2014-ben közvetítettem az első dartsot. Előtte volt nekünk dartsunk, csak azt a Gyulai Miki közvetítette, mások közvetítették. Egyre több lett igazából, azt igen, hiszem, hogy igen. Az volt az oka a bővülésnek. És sosem felejtem el, amikor akkor még egy másik stúdióban voltunk, és mikor a hangalámondó előtt sétálgattam el, mindig ezt hallottam, hogy 180, 180. Mondom, mi üvölt, ki ez az őrült, mi ez a marhaság, hogy üvöltözik. Miért nem kiabálja azt, hogy 91, vagy 120, vagy bármi más. Aztán úgy kezdtem odafigyelni, és van ez a Russ Bray nevű speaker, neki egészen elképesztő orgánuma van, tehát nem... Na, nem panaszkodhatsz te se. Na, hol vagyok én? Egészen elképesztő orgánuma van, fantasztikus, és erre mindig fölkaptam a fejem, mindig odafigyeltem, és aztán utána elkezdtem figyelni magát a sportágat is, és rájöttem, hogy hát ez számomra egy szenzációs. Itt azért, itt kiélheti az ember a szabadabb gondolmeneteit is, tehát nincs annyira beskatujázva a közvetítés, mint mondjuk egy futballmérkőzés során. Itt aztán a lehetőleg tágabbra engedheted a fantáziádat. Ha megszeretted. Megszerettem, igen.
Na, de térjünk erre vissza, erre a 180-ra, mert ma már te vagy, amit hülyeségnek tartottál a hangalámondó előtti folyosón hallgatózva, vagy sétálva, az már ma te vagy. Tehát a 180 igazából hol van már az a bári szurkoló, aki a, legalább valamiről a Róma lációt közvetíti. Sok jó sztori van, és mindjárt egyet-kettőt megpróbálok feleleveníteni, lehet, hogy nem is tudod, mint az előzőt, de hogy változtál át ennyire, hogy a 180 és a darts magyar hangja lett Fülöp Laciból? Őszintén szóval én se tudom, fogalmam nincs. Most visszatérve rád is egy kicsit, nekem a 180 olyan, mint mondjuk neked egy 20 pluszos ponty. Tehát egy 20 hát kilom. Nekem a 20 pluszos pont ritka. Ugyanolyan, mint neked. Soha nem jön. Na azt az, mondom, az hogy nem kérdés. Aki horgászik, tehát egy 20 kiló, vagy aki nem horgászik, egy 20 kiló fölötti pontyot fogni egy horgásznak, az valami egészen elképesztő nagy teljesítmény. Nekem még 10 kiló fölöttit sem sikerült, hát, 9,5-nél járok. És csak azért, hogy a darts közvetítéseken, a világbajnokság itt van a nyakunkon, a darts közvetítéseken lehessen miért izgulni, ha jól mondom, akkor a klasszikus, vagy a legnehezebb 180 az olyan lenne, hogy tripla 20, tripla 19, bull, 50-es bull, és ezt háromszor. Szóval ez lenne a klasszikus 9 nyilas, hogyha most 180-at mondtunk 9 nyilas helyett párszor, lehet, mert mintha úgy emlékeznék, tehát a 9 nyilas, még 180-asból lesz a 9 nyilas, az amikor, igen, sok, több 180-ból lesz a 9 nyilas, amikor 501-ről valaki a lehető legkevesebb dobással száll ki, és ennek lenne a klasszikusa az, hogy háromszor dob, tripla 20, tripla 19 és 50-es bult, ami tényleg szinte lehetetlen, hogy kipróbálja ezt meg. Elképesztő egyébként, hogy hogy lett egy nem létező sportágból úgy sikeres tévésportág, hogy ez nem nálunk siker. Mi ettük először észre, és valóban óriási dolog, hogy felépítettük, de ez ugye több összetevőből, több komponensből áll. A Sky kitalálta és megalkotta ezt a számoló szoftvert a közvetítéseiben, Angliában. Ez óriási dolog, mert ki a fene nézne dárcot őszintén szólva, hogyha nem lenne kiírva, persze, hogy mire kell dobni. Hát nem, visszafelé senki nem tud számolni. Egyébként az alsó tagozatos, meg az általános iskolás matematikába be akarják emelni a dartsot, mert állítólag annyira jól fejleszti a számolási készséget és a számolási kombinációs készséget, hogy ez egy nagyon hasznos dolog is lehet. De a közvetítésekre visszatérve, a másik óriási dolog az szerinted mi? Nekem a legszenzációsabb, most visszatérve erre, hogy látod a képernyő jobb alsó sarkában a pontértékek alakulását, hogy ezt a Medi vagy a Lajos fejben képes egyszer a kettőt számolják követni. De ugye ott van az, hogy vannak a komoly sportok. A snooker, a biliárd, a tenisz, quiet please, hogyha valaki elköhinti magát a nézőtéren. Ja, de a dartsnál ugye kitalálták azt, hogy hát itt testes emberek, általában inkább ilyen bohócnak kinéző sportolók, isszák a jeges vizet és dobálják a nyilakat, na nem kell ezt ennyire komolyan venni, mondta az egésznek a megálmodója Barry Hearn, hanem legyen az, hogy elviselitek azt, barátaim, hogy itt 10 000 olyan ember énekel, üvölt, jelmezben jön, táblákat lóbál, zörög-csörög kiabál, akik hát ugye az este előre haladtával egyre több korsó sört fogyasztanak el, és a hangulat egyre emelkedettebb. És a dárcosok, legalábbis a PDC-ben, a profi szövetségben erre rábólintottak, és azt mondták, hogy jó, elviseljük, akkor nem lesz csönd, és akkor több pénzünk lesz. És annyi pénzük lett, amennyit nem szégyelnek. Tényleg hihetetlen, hogy milyen hangulat van. Nem véletlenül vannak, akik fülhallgatóval játszanak, mert mondjuk igen, zavarja őket az a hihetetlen. Na jó, de bevonuló zene, fények, azért igen, ki van ez találva igen, úgy, ahogy van. Nem csoda, hogy Németországtól az Egyesült Államokig óriási siker mindenhol. Egy szépen felépített sportkommentátori pálya az ország egyik leghíresebb labdarúgó kommentátora évről évre, évtizedről évtizedre, és akkor így a Delén mondjuk már deresedő halántékkal, akkor most labdarúgó kommentátor vagy darts kommentátor? Ez jó kérdés, ez nem fogalmazódott. Hát én azért, hogy mind a kettő, most mondanám azt, hogy mind a kettő. Hát de miután foci többet közvetítek, inkább foci kommentátornak tartom magam, de a darts az nem is,
darts az egy, szinte ez egy már-már hobbi szintű közvetítés. Amikor beülök, és úgy megy el 5-6 óra, hogy észre se veszem. Egy foci meccsen, ha rossz egy futballmérkőzés, akkor olyan, mintha már egy napja ülnék ott. De egy darts közvetítésnek más a feelingje. Most hagyjuk ezt az időszakot, mert nyilvánvalóan persze, az elmúlt évekre gondolunk vissza, amikor szurkoló is volt, meg hangulat is volt. Az egészen más kategória nálam. A darts az egyben sport is, de egy végtelenül szórakoztató műfa is. Ennek az egyvelege is szerintem ezért nagyon jó ennek a sportnak a marketingje. Mégis én azt hiszem, hogy amikor majd a 100. születésnapodat ünnepeljük, akkor a torta az egy darts tábla lesz, és nem egy futballpálya. Egy megkövesedett torta. Nem, egy friss 100. születésnapi torta, ami szerintem sokkal inkább darts tábla lesz. Legyen így. Laci, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.